Richard Kerry volt egyszer egy teszvesz város. A kísértet járt a kenyér. Buci pék és kerekperec pék sütéshez készülődtek. Buci kislánya Pancsi pedig figyelte, hogyan forgatják, dömöckölik a tésztát a dagasztó teknőben. Aztán Buci a tésztákból kiszaggatta a kerek zsömléket, cipókat, a hosszú francia kenyeret és a kurta tanglikat. Addigra jól felmelegedett a kemence is, úgyhogy Buci a péklapáttal betolta a kenyeret, péksüteményeket hadd süljenek ropogósra. Így is tett. Amikor Buci kinyitotta a kemencét, a frissen sült kenyér csodálatos illata belengte az egész pékséget. Pancsinak a nyála is kicsordult tőle. Ám amikor Buci a legutolsó veknit is kiemelte a kemencéből, valami furcsa hangot hallott. Mama! Mintha valaki azt mondta volna, hogy Mama! És mivel a kenyerek rendszerint nem beszélnek, Buci csak arra tudott gondolni, hogy kísértet van benne. Segítség, rendőrség, tűzoltók, szellemírtók! Buci felkapta pancsit, és elrohant, hogy hívja szimatot, a hatósági közebet. Szimat jött, látott, és nem értett semmit. Lehajolt, az állítólag kísértet járt a vekniért. Erre a vekni azt mondta. Mama! Szimat ettől annyira megrémült, hogy beletántorodott a dagasztó teknőbe. Épp ebben a pillanatban lépett be a, a fékségbe Cicó és Féregon. Furcsa egy vekni annyi szent, mondta Egon, aztán lapos kúszásban megközelítette a gyanús pékárut. Óvatosan beleharapott, de a kenyér meg sem mukkant. Harapott még egyet, még egyet, addig, amíg el nem tűnt a vekniben. Már csak a lába lógott ki belőle, de a kenyér még mindig hallgatott. Ekkor Egon felállt, mire a kenyér határozottan azt mondta, MAMA! Egon harapott még egyet, feje kibukkant a vekni túlsó végén. Gyorsan biccentett, most már ismét látható fejével, és megszólalt. Megoldottam a rejteit. Óvatosan törjétek ketté a kenyeret, de hé, 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 ne engem! Buci ketté törte a veknit, és megtalálta benne pancsi, beszélő, babáját, lencsit. Biztosan dagasztás közben került a tésztába, végül pedig megették a frissen sült, ropogós, illatos kenyeret. Csak Egon szabadkozott. Hát persze, nyomozás közben ő már megette a maga részét. De az is lehet, hogy csupán egy nagyon hosszú francia kenyérre vágyott.